Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, alias Horákli <laughs> Pipa! És Pifko Krisztián alias Mújó. De azt figyelet, hogy még a Horákinak a nevét is elcseszte. <laughs> Nehéz neve van a Horákinak. Igen, mert azt mondod, hogy Horákli, vagy valami hasonló. Horáki. Horáki, Horá bizony. Jó, Isten. Munkában gazdag hét eleje volt. Jó, van, akkor ezek szerint nem csak nálam, ahogy hallottam ezt a sóhajt. Nem, nem. Szerintem mindenkinek. Csak most már olyan lehangoló, hogy megyek dolgozni reggel, és sötét van. És jövök haza este, és sötét van. Nem jön D-vitamina a szervezetembe. Úgyhogy kell valami vitaminas legvéde. Á, nyakunkon az október, és aztán ez még csak rosszabb lesz, basszus. Azt hittem nem. ezt, hogy nyakunkon az október. Tehát októberfest, juhé! Nem, nem. De egyébként igen, de nem. István azok az igazi szűretlen német sörök. Ide Ezt úgy sajnálom, hogy nem tudom értékelni se ezeket, se, a, se semmit igazából. Hát én utána érdeklődtem. Egyébként gyártanak Málnából sört, csak azt szűrik. Tehát szűretlenben nem tudod magadhoz venni ezt a fajta. de szerintem neked nem is ízlen a Málna sör. Biztos vagyok benne, biztos vagyok benne, hogy nem. Nem, nem jön be a maga a sör sem. Én ezeket a, ezeket a lóhúgy gyengeségű amerikai söröket tudom maximum meginni, és azt is abból is csak egyet. Ez azért van, mert nem jártál úgy, mint én annak idején, és akkor szeretnéd a sört te is. Már hogy, 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 hogy úgy? Hogy újraélesztettek és sört locsoltak a szádba, vagy mi? Nem, nem, nem. Én utáltam a sört. Hát középiskolás koromban fröccsöztem, meg borosztam, és nem lehetett egy kort sört lediktálni bennem. Nem ízlet egész egyszerűen, nem, nem, nem fogyasztottam. Egészen addig, amíg negyedik év végén föl nem kerekedtünk, hogy vonattal leutazzunk Tokajba néhányan az osztályból, és hát bádókaszni és vonat, 40 fok árnyékban, a vonaton 60, és nem vittem magammal semmilyen innivalót. És ma éppen kezdtem megdögleni, amikor az osztálytársam előhúzott a nagy még otthonról hozott hidegségű söröket. És mondtam, hogy de hát én nem szeretem a sört, így áll. És abban a de döbbenetes igen. melegbe, abban a döbbenetes melegbe annyira jól esett, hogy azóta sörös vagyok. Na de ezt én is. Ö eljátszottam, illetve még annó az iskolában építő táborba mentünk, és összetudom egy kezemben számolni, hogy hányszor építettem, és annak diszkusziója, hogy hányszor esett közben jól a sör. Tehát ahhoz nekem nagyon szomjasnak és kitikkatnak kell lennem, hogy, hogy le tudja gurítani mondjuk egy egy hát itt a, a mindig szomjasnak és kitikkatnak kell Jó, de nekem azt például nem ment, tudod, hogy lemegyünk a haverokkal a sörözőbe, és sörözünk. Fú, az nekem nem, nem Há volt. Ez nekem, ez nekem úgy amblok nem megy az alkohollal. Tehát <coughs> nem szeretem az alkoholt. Hát látjátok, én helyettetek is sorba álltam, amikor ja. ezt ja. Tehát én ilyen, hogy is, ilyen lábvizeket iszok, citromos sör. Sziasztok, Pinkó Krisztián vagyok, és alkoholista. Szia Krisztián! Tróger. Tróger. Hát az is lehet, ha gondolod úgy Mindig ki... a harcosok klubja jut az eszembe. A Trógerő vagy a Krisztiáró? Hmm. Ez az Anonim ja. klubja című fejezet. Na, mi történt nem veletek az... a héten? Hát... A Udacity-be olyan szép nyílegyenes vonalat húz, amikor visszaengedem a kuzinak a gombját, és így kattan egy picit, de bocsánat, ez csak ilyen háttérinformáció nyi Én az vonalat azt függős. figyelem, hogy nincsen, nincsen behallása a mikrofonomba. Én azt hiszem, azt mondta, én meg azt figyelem, hogy be van-e kapcsolva. Nem, sapkát húztam a fejemre, tehát ennyi. Azt az usankát, ami valamelyik... A, vide... Ja, kétfüles, tudod, ez a Boris. Igen. Uson... Boris típusú Usankát? usankát. <hálland> Boris típusú usankát, igen. <hálland> jaj, 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 el kell, hogy mondjam milyen hülyék a kínaiak. Nem, nem, nem hülyék a kínaiak, Charlie, mert hallgatnak minket. Nem mondhat célt Remélem, a kri Krisztál hallgat, mert megkérdezte tőlem, hogy küldjek uh, Smoke X Pro 2-es tesztelni. Nem, ne küldj, van már róla videó. Mit hozott ma a postás? Igen, hát, azt. Szerintem azt. Úgy, rohadjon meg. Megírtam neki, hogy mi Kis a... Sorsolod? Mi a francot kezdjek vele? francba. Úgyhogy ez történt, illetve itt a Boris kapcsán lesz, lesz, még upgrade a videó minőségben a közeljövőben. Megjött ma a, megjött ma a stúdió felszerelés is, lámpák vásznak, mindenféle szírszar, derítőernyők, és a többi, és a többi, úgyhogy, úgyhogy kíváncsian várom. Ahogy vége van a podcastnek, a broadcastálás után összeállítom a szettet. Ja, és upgrade-eltem az interneten is, úgyhogy most már nem kell leállítani a pornót, miközben éppen podcastelünk. Azt szeretném üzenni innen is az invitelnek. Sürgősen haladjanak errefelé az optikával, mert iszonyú nagy szükség van rá. De figyelj már, egyébként nálatok Telekom. Szóval Szolgálati közleményünk következik. Ha nincs telekom, vagy ha nagyon szar az ellátottsága a telekomnak nálatok, szar ellátottság alatt értem én az ADSL és attól lefelé, tehát aki panaszkodik, ilyen egy megabitem van névleg, meg 5 megabitem van. Erősen beindult a, a One IP, illetve, illetve ez a PAN IP hálózatfejlesztés most Európában a Telekomnál. Úgyhogy úgy, hogy most ez a cél, hogy ezeket az elmaradott régiókat és a fejlesztésben úgy hátrébb maradottakat, hogy nem rezes mondjuk, mert nem, nem Coaxon megy, és nem ED3 technológiával a net, oda oda az elkövetkezendő ö, évek során kifogják húzni a, az optikát, illetve úgy fogják megoldani, hogy a, most ilyen szakszavakat nem is mondok nektek, az a lényeg, hogy egész házig fog jönni mondjuk tömbházig, vagy hogy mondják, ez társasházig a, a nagyon vastag infrastruktúra és onnan fog szétágazni és, és gigabitig ígérjük a, a felhasználóknak az élményt. Jó, de jó. aki már ígérni se tud. Hát de tudod. most én, én hála Istennek, hogy beraktam a széles netes boxot, amit tudod, múltkor beszéltünk talán. Igen. És én, én azóta akkor mérek sávszélesség alatt itt, amikor letöltök valami Linux distrót. De nekem folyamatosan száz... 98, meg 107 százalék között ugrál mind a le, mind a feltöltés. És ugye ez, mivel LD3 technológia, itt nem számít az, hogy hány HD csatornát nézek közbe, vagy hányat rögzítek közbe, itt nem veszel belőle, tehát ezért, ezért rohadt jó a, a dolog. Hát és mivel nekem LD3 van, sajnos ezért pont nem esek bele a, az optikai fejlesztésekbe. De lehet, hogy ez neked, sőt biztos, hogy pont nagyon jó lesz. Úgyhogy ebben lehet reménykedni, és e, akkor nem kell az társas Társasház a Földút végén? Igen, 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 igen. Az a, baj, az a baj, hogy hogy Dócz az egy ilyen fekete lyuk a földgolyóban, mindenféle lefedettséget tekintve. Tehát itt egyébként csak a Telekomnak a térereje működik mondjuk nálunk a Budiba. A 70-es telefon az a kapu előtt, a 20 meg úgy, ha fölállsz a kis padra. <laughs> <Tehát, gül> akkor már megvannak tehát... a, a szabályozott folyamatok erre. Tudod, emlékszel a macska jajba, amikor így locsogatni kellett a póznát, hogy menjen a, a telefon? Na nagyjából ez a, ez a helyzet nálunk, és az Invitel az, aki egyáltalán dróton szolgáltat itt a környékbe, neki még eddig csak ADS-el volt és talán most na, mit tudom én, ebbe a, hónap, a jövő hónapba ideérnek a VDSL-le. Tehát ennyi lesz az óriási fejlesztés. Nagyon kicsi a... tehát Hosszú kábeleket kell húzni iszonyatosan kevés ember miatt. Megértem én ezt a dolgot, csak na, szóval itt meg itt nyomorgunk. A hosszú kábelről hát. jutott eszembe a legutolsó ilyen, ilyen afférje a hosszú kábelnek és a természetnek az nem is olyan rég, egy-két hete volt a telekom vonatkozásában, amikor is kábelszakadás jelző riasztás van, két dolgot jelent, vagy lopják, vagy gond van, vagy, vagy, vagy vihar, vagy valami. Ö, hát azt, azt ugye méterre pontosan meg tudjuk mondani, hogy hogy hol van ilyenkor szakadás, mert megmondja a, a, a rendszer, és hát az pont egy akna volt. És az, ha az aknában van szakadás, akkor az az nagy valószínűsége behatolást jelent. Igen. Na most behatolás volt, és az a baj, hogy hogy ott, ott sok minden volt, és réz nem. Tehát most már szerintem minden szolgáltató azt csinálja, hogy az üveg szára, optikára ráírnak egy kis cetlivel, hogy nem rézne lopd el. Nem, nem réz, nem é, réz. És kiment a két szerelő, majd megdöbbenve tapasztalták, mikor az akna felnyitották, mert így félre volt billenve, hogy hát bizony ebben az aknában egy vaddisznó van. És a vaddisznó a két méteres aknába leesett, majd ilyetében elrágta az optikát. Úgyhogy szegény malachoz. Öcsém. Szegény malachoz vadászt hívtak, és jól lepuffantották. Szegény malac. Én mondjuk a csak a reklámérték miatt azonnal örökbe fogadtam volna ezt a malacot, és most ott rohangálna mondjuk valahol a T-System udvarán. Érted? Tehát... Egész jól lett volna a sztori, hogyha telekomot mondasz. Vagy telekom. Nem tudom, hát nekem egy kutya. Tudod? Hát... Majdnem az. Ja. Zsíros kenyér, zsíros kenyér. Te figyelj már itt a nagy unalomba. Nem verjük ki egymást? Hát... Tudod csak úgy az unaloműzés vége. Semmi buzulás. Semmi buzulás. Noku buzulás. Úgyhogy ez történt velem, széles sáv megvolt, rendelések megvoltak. én volt még? Olvastam, hogy, hogy lobbiznak a, a, a parkodér Krisztián. Vagy hogy ha Krisztián éppen leszakadt, akkor én mondom, hogy lobbiznak a parkjáért. Úgyhogy ennyi volt még nekem, ami, ami újdonság volt. Meg Krisztiánnak van parkja? Hát az udvar, tudod. Előszeretettel mondják az ottani környékbeli lakosok, mind, nekem is van egy kollégám, aki azt mondja, hogy lemegyek a gyerekkel az udvarra. És neki ez a, a városligetet jelenti, a lemegyek az ja. udvarra. Városligetér lobbiznak. Aha. Ezt nem tudtam, hogy ez a Krisztián parkja. Nem volt rajta emléktábla vagy valami. Hát vagy csak még nem találkoztunk vele. És veled mi volt? Mi történt a, a... héten? Hát, mi ugye még mindig a kiállítás bűveletébe élünk. A napi rutin mellett, úgyhogy próbáljuk feldolgozni az ott látottakat, meg nem tudom, én azt hiszem, a negyedik főjegyzést írom az irányokról, hogy mik várhatók a piacon, meg mire kell koncentrálni, meg odafigyelni, meg... és. és Említettél valami videót, hogy a, készítettél igen, ott igen. egy darabot. Adós, adós vagyok egy Dortmundi ö, videó valami a telefonomon megsérült, aztán sikerült egy ilyen mentésből visszaállítani. Föl is töltöttem. Most majd a, a mostani podcastben a kultúra rovatban lesz. Benne, ez nem egy hosszú videó, de nagyon jó mutatja, hogy az egész vásárt gyakorlatilag hogyan lopta el a a Xeo. Azt hittem, hogy a bikini Egy csajok. gyönyörű, szép, exotikus hastáncos has lány produkálja magát a Xeo standján. Mindenféleképpen érdemes szerintem rákattintani, megnézni. De nem, nem nyilvános videó, tehát csak a link birtokában lehet megtekinteni. Hát jó, ha azt, azt be tudjuk rakni az adásmenetbe, tehát be, akkor az, az a nekünk tök jó lesz. lesz beraktam a show úgyhogy ennyi. Gyakorlatilag amit így kezdünk feldolgozni abból két témát be is dobtam a show és majd erről beszélni is fogunk adás közbe. Szerintem érdekes fölvetések. Úgyhogy, és lett az Egyesületnek egy új tagja, teljesen nem is tudom, hogy, 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 lehet ezt szépen mondani, tehát egy ilyen véletlen, véletlen belépőnk lett. Hál' Istennek egy, egy, olyan ember, aki, aki az unióban lobby tevékenységet folytat, úgyhogy én bízom abban, hogy tudunk majd előrébb lépni egyesületi szinten is az e-cigaretta érdekei, vagy hát piac jobbítása mellett. Aztán majd... Látjuk, de az, az hogy most hova. publikus akkor, hogy, hogy ki ez az ember, vagy... Hát így nevet nem akarok mondani, de ő nyolc évet lobbizott Brüsszelben, nyugdíjba ment, de hát ez egy pár, pár hónapja történt a nyugdíjba vonulása, Úgyhogy még neki friss élő kapcsolatai vannak az ottani politikusokkal, és, és hát nagy lelkes elcigarett a hívő, már így a családját megtérítette, és nagy rajongója amúgy a, a Bloss likvideknek. Nyilván egyébként nem véletlen, mert hát az ismeretségi körömben van a jó ember, és és nagyon más likvidhez nem is fért még hozzá. Bár ugye egy száz likvidet azért végig kóstoltunk a, a kiállításon, de azért ő hűséges maradt hozzánk de hogy így teljesen érdekli ez az egész, és azt, azt látja egyébként, hogy valószínűleg a dohányiparnak ez lesz az egyik menekülési útvonala. Ő azt mondta egyébként, azt nyilatkozta nekem, hogy nagyon érdekes volt egyébként, az, hogy az egészségügyi lobbynak az a végső célja, tehát hogyha egy ilyen nagyon-nagyon távlati célt nézünk, akkor az a végső célja, hogy a teljes dohánytermék vertikumot kiutálja Európából. És miután ez meg fog valósulni, mondjuk ez egy 20 éves távlat, amiről beszélünk, vagy hát legalábbis iszonyú alacsonyra redukálják a, a hagyományos dohánytermékeket, ő, ő, nem lát más menekülési vonalat a, a nagy dohány multiknak, mint hogy az elektromos cigaretta felé forduljanak. Hát de ugyanezek a kiutálós egészségügyi brigantik utálgatják kifelé az elektromos cigarettát is. Igen, és ugye itt, itt, vannak érdekes érdekütközések, hogy, és ez a kérdés egyébként, hogy a három, illetve négy, négy nagy multinacionális dohánycég mikor fordul meg. Az, az tisztán látszik, hogy, hogy a dohánycégeknek a lobby ereje nagyon nagy százalékban csökkent a, az uniós döntéshozatalban. Nincs akkora beleszólásuk, mint amekkora volt mondjuk akár tíz évvel ezelőtt is. És az is látszik, hogy itt, itt a gyógyszergyárak, és a, ő nem is a gyógyszergyárakat mondta, hanem hogy van egy ilyen egészségügyi maffia. Tehát ő, ő így fogalmazott, hogy van egy ilyen egészség maffia, amiben beletartozhatnak akár a gyógyszergyártók, gyógyszergyárak, ide sorolja egyébként az ilyen varázsszergyártókat is, ők is elég erősek. És hogy, hogy ezek így WHO, ugye? Hogy ezek Igen, így az össze... egészségügyi szervezetek. Jaja. Az egészségügyi szervezetek, és akkor ezek így, így teljesen összeértek, és, és, óriási pénzeket tol ebbe bele valakik, tolnak ebbe bele, és hát nyilvánvaló, hogy, hogy nem tudom, tehát egyébként ő, ő azt mondja, hogy nagyon álságos ez az egész helyzet, mert gyilkos gyógyszereket évekig tudnak a piacon tartani, miközben folyamatosan arról beszélnek, hogy, hogy ne dohányozzá, ne elcigarettázzá, mert milyen szar ez neked, meg stb. 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 Tehát teljesen faramúci a, a, helyzet, és az látszik, hogy itt a lobbyerő az, ami, ami egyáltalán tudja a döntéshozókat befolyásolni. És még csak nem is az, hogy, hogy pénzzel vagy valami, hanem hogy folyamatosan túlják alájuk azokat az anyagokat, ami alapján ők a döntéseiket meghozzák, és azt mondja, hogy nem is hibáztatja őket, mert, mert az, amihez hozzáférnek, amit napi szinten elolvasnak, ami a szemük elé kerül, az teljesen másról szól, mint a valóság. Ennyi. Hát jó, ja, nem nagyon tudok mit hozzáfűzni, mert ezt sokféle köntösben, sok irányból már megpedzegettük. Igen, igen, csak más volt így test közelből hallani ezeket a véleményeket. Volt egyébként egy jó fölvetése, és ezt lehet, hogy ezen nekünk tovább kéne gondolkodni, hogy az európai egyesületeknek azt kéne tenni, hogy Brüsszelben bejegyeztetni egy ilyen lobby társaságot és föntartani egy irodát. Mert ha ezt megteszik, akkor onnantól kezdve minden egyes olyan ülésen, ahol e-cigarettáról esik szó, köteles az unió behívni a képviselőünket. És ez az egyetlen egy mód, hogy direkt beleszólásod legyen a a döntéshozatalba. Én tehát megyek a, ki, a kívülről, a, én azt gondoltam de tehát a kívülről való, tehát a partvonalról való bekiabálás, az semmit nem fog érni. Tehát be, belül kell kerülni a a partvonalon. De ezen majd még dolgozunk egy kicsit aztán meg meglátjuk, hogy van-e akkor a erő, lehetőség, van-e olyan ember, aki egyébként is irodát üzemeltet ott, és mondjuk hajlandó megosztani ezt, stb. stb. Tehát nyilván nincs, nincs akkora gazdasági erő bennünk, hogy mi egy ilyet így fön tudjunk tartani, de valami lehetőséget kinézünk, aztán beterjesztjük, és meglátjuk, hogy lesz ennek valami Foganatja. De még most kellene, amíg a, a konkrét ö, ö, szigorítások ö, meg nem történnek. Nyilván azok a nem, nemzetiek lesznek, de de ő arra számol, hogy itt három év múlva még nagyobbat fognak lépni. Tehát tudod, ez a, ez a bilincselven. Picit szorít, picit szorít, picit szorít, aztán iszonyúan megszorítja, amennyire csak tudja. Hát azért mi is itt vagyunk. Jó, ez csak egy ilyen, ilyen ötlet volt a, a részéről, de, de mondom, az, azért ez, ezek még ilyen képlékeny dolgok, másokkal is beszélek, akiknek ebbe van valamiféle jártasságuk, tapasztalatuk, aztán majd látjuk, hogy... Én nem kötekedni akartam, csak optimista próbáltam lenni, maradni. <laughs> Nem, 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 tehát az, az szinte biztos, hogy a, a, jövedéki adó problémáját nem fogják megkerülni. Egy, egyik eu országban sem. Tehát ez szinte száz százalék, hogy egyszer csak ott lesz. Gondolom bejön a TPD, eltelik két-három év, aztán mindenhol szépen becsorgatják a jövedéki adót. Amivel egyébként nekem csak az az egy problémám van, hogy onnantól kezdve az összes kicsit kiszórták a piacról. Tehát ennek a piacnak a sokszínűségét azt gyakorlatilag temethetjük. Hát igen. Tehát egy jövedéki raktárat föntartani, ha végig gondolod ezt a, az egészet, egy jövedéki raktárat föntartani, egy jövedéki rendszerbe bekerülni, akármekkora gyártó lehetsz e Európába, nem fogod győzni. És ezt ugye államonként meg kell tenned. Kinek van jövedéki raktára minden államban? Krisztián, ez egy pontos kérd. Így van. Így Természetesen. Van. Természetesen. <háll> Hát kemény ügy, kemény ügy, de meglátjuk, mi lesz. Minél több mindent dobnak be, vagy minél több minden lát napvilágot, annál több mindent lehet támadni jogi úton, úgyhogy majd meglátjuk. Az biztos, hogy mi nem fogunk bebújni egy kavics alá, úgyhogy majd küzdünk éppen, ami ellen küzdeni kell. Jó, csak ö, most, most mondom, én szóltam, tudod. Én szóltam. Azt hiszem még időben. Charlie ideje hallgattál. Igen, mert közben olvastam, bármilyen hihetetlen is szoktam ilyet is tenni, aztán, hogy a következő témára át tudjak vezetni fűzni. nálad, fűzni, egy kis összefoglalót talált valamelyikünk, már nem emlékszem, hogy ki a privát bankáron ami kicsit testidegen nekem, hogy na majd a privát bankáron jól kijelentik, e hogy, ről hogy ről mit lehet olvasni. e -cigivel kezdeni, és mit nem. Ugye az a cikknek a címe, hogy lehet e-cigit e -e e szívni buszon? Miért jár büntetés? És akkor itt taglalják jogászok segítségével, hogy mi minősül elektromos cigarettának. De hát nagyon nem összeszedett a cikk, hiszen nem térnek neki, hogy elektromos vagy elektronikus. Ez csak vicc Hú, volt egyébként. Igen. de Szóval... Kezdők. Lelkes kezdők, igen. Kitérnek arra, hogy, hogy miért van az, hogy az egyiket büntetik, a másik megúszza, mert hisz le is írják, hogy nem egyértelmű az adóhatóságnak a gyakorlata sem, hogy, hogy most akkor kit büntetünk, kit nem mert itt van a 2012-es navos bírságolás kálváriája is, akik ugye gyógyszerforgalmazási engedély nélkül árusítottak el cigarettákat, megbírságolt vállalkozók egyike, akit most már tudjuk, hogy egyébként az oxigén volt, gyógyszerforgalmazási engedély nélkül árusított, ugye, és jogorvoslattal élt, és a bíróság álláspontja szerint pedig nem minősült gyógyszernek, és forgalmazhatja tovább. Tehát ezt is taglalja, illetve apró nemzetközi kitekintés is van a cikkben megemlítve a, a 2014 per 40-es EU direktívát a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére, értékesítésére, és a többi, és a többi. Aztán kitér arra, hogy lehet e nyilvános zárt helyen e-cigarettát használni, amire már megint az a fura gumi mondat van a végén, hogy az egyes cégek azonban belső szabályzataikban, ASF-jeikben különböző tilalmakat rendelhetnek el az e -cigaretták használatával kapcsolatban, és a többi, és a többi. Itt ugye pont le van írva a tömegközlekedési Igen. vállalatok járművein, hogy szabad-e hirdetni, és és a szabad-e hirdetni nél picit fölrobbantam én is majdnem, mert, mert amikor egy, egy rohadt akkumulátort nem tudok hirdetni, mert hogy az összefüggésben áll az elektromos cigarettával, akkor nem mondjanak ilyet, hogy szabad-e hirdetni, és hogy nikotinmenteset lehet hirdetni, mert itt mindennek a hirdetését ellehetetlenítették. Mondom én úgy, hogy csak a, csak a, a, a Készülékekkel van tapasztalatom, tehát én likvidet nem, nem is próbáltam hirdetni. Illetve kitérnek ugye a, a jogszabályi környezet válto a várható változásaira is abban megegyeznek, hogy a szakértők többsége szerint ö, nincs alapja annak, hogy a nikotintartalmú elcigaretták gyógyhatású készítmények, vagy akár gyógyszernek minősítsék, mivel használatának semmilyen jótékony egészségügyi hatása nincs az emberi szervezetre, írja ezt a XY Ügyvédi Iroda. Egészen, egészen addig igazat adok XY Ügyvédi Irodának, amíg mondjuk nem kerül a piacra egy gyógynövény kivonatot tartalmazó denikotint, nem likvid, egy e-cigarettának kinéző eszközzel, és azt fogják rámondani, hogy ez bizony egy személyi inhalátor, és innentől kezdve, és mondjuk át, átviszed a, <kül> azon az e tehát nem, nem, nem a eljárás, vagy a gyógyszerengedélyeztetési eljáráson, hanem ez a Minek szokták ezeket mondani? Ez a gyógyhatású készítményeket ö, ö, el, előírt eljáráson, és akkor egyszer csak ott lesz a patikába az e Akkor mit fognak csinálni? Hát gondolom, majd akkor bőszen helyeselnek, hogy ezt akartuk. <laughs> Nem tudom. <laughs> tehát, ö, annyira, tehát annyira ö, gumikerete van egyébként a, a TPD-nek, hogy, hogy oké, okay, hogy tiltja a, 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 reklámot, meg a közösségi kommunikációt, meg a nem tudom én milyen tiltásai vannak, de ugye a TPD következetesen kitér a nikotint, tehát mindenhol így említi a likvidet, hogy a nikotin tartalmú likvidek. A nem nikotin tartalmú likvidekre ez az eljárás nem vonatkozik ezek szerint. Bár ezt nyilván a nemzeti szabályozásban akár a készülékekre is kiterjesztheti. Mert a készülékekkel lehet nikotinost is szívni, meg nem nikotinost is. Érted? Hát igen, azért ö, fura ez a dolog, hogy van, aki megállapít valamit, azt mondja, hogy ö, például itt a szabad-e hirdetni passzusban nikotinos és nikotinmentes szedjük ketté. Ö, és azt mondja ugye, hogy a nikotinos nem, mivel, hiszen a gyógyszerreklámozásra vonatkozó szabályok szerint lehet csak reklámozni, tehát lehet a gyógyszerszabályozás alapján, majd szemben áll velük a jogász, aki meg azt mondja, hogy nincs alapja annak, hogy a nikotintartalmú e-cigaretta gyógyhatású készítmény, ez így van. Tehát itt, itt, itt mind, ez, ez, így van. Mindig te, is te ez akkor lesz. reklámozhatod a nikotintartalmú e-cigarettádat, hogyha azt átvitted a gyógyszerengedélyezési eljáráson. Nekem egyébként az a passzus tetszik ebben a cikkben, ahol kitér, az, hogy az e-cigaretta nem leszokás, ugyanaz, mint a tapasz. A tapasz leszoktat, a tapasz ugyanúgy pótolja a nikotint a szervezetbe. A tapasszal, hogy szoksz le, úgy szoksz le, hogy egy, egyre kisebb nikotint tartalmazó tapaszt használsz. Így van? Igen. Illetve Na, tegyük ez talán. talán ugyanígy pont, le lehet szokni az elektromos Pont múlt is. héten taglaltuk ezt a, ezt a tapasz VS, cigi vs -re. Ja, Ja nem, 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 nem. Ez ebben az adásban lesz. A Az egyik következő témában maradjunk csak ennyinél, és akkor szerintem a privát bankáról, hogyha Krisztián az M plusz egyedik. Leszakadás elátkozott után. Windowsos leszakadását. Kérlek, Krisztián, nem, nem a Windows. Kék halál, az nagyon kés. jó, akkor a, az audio ettől függetlenül rögzítve van? sikerült visszaállítanom mind a két sessiont az Audacity-be, remélem, hogy jól, tehát hogy szép hullámformákat láttam. Formásokat. Hát az jó, hát, csak hogyha nekem ott kimaradnak percek, akkor csak a szenvedés lesz. De veled. Charlie, hát nyilván a, a percek kék, kimaradnak. Kék halál alatt biztos, hogy nem rögzített. Hát azt az tudom, az azt tudom, <gül> <gül> csak hogy utána elindította, -e, nem úgy, mint te múlt héten. Na, zárjuk a Van, van hozzá fűzni való mely ez a remek privát bankáros cikkhez. A... Azt leszámítva, hogy imit amott pontatlan és eléggé nem tudom azt mondani, hogy pártatlan, bár annak próbál tűnni. Én egy dolgot imádok benne, az a címe a cikknek, hogy lehet-e cigit lehet -e szívni a buszon? Miért jár büntetés? És ez két kérdést így felüt a címben, és egyiket se válaszolja meg. Igen, 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 igen. Hát jó, Zseniális újságírás. ott van a, a lehet-e nyilvános zárt helyen egy cigarettát használni, és lehet, hogy pont le voltál szakadva. Épp mondtam Fifikának, hogy az a zsöné áll benne, hogy ott van a harmadik bekezdésében, hogy az egyes cégek azonban belső szabályzataikban és SMS-eikben különböző tilalmakat rendelhetnek el, és ennyi. Te gyakorlatilag... Tehát vagy lehet, vagy Igen, ne. tehát nem mondunk semmit, mert... Mert a cég majd úgy is megmondja, hogy lehet-e vagy sem. Fuck you! Erről az Angolkák című sorozat Little Britain jut eszembe. Abban volt egy ilyen session a visszatérő uh, skót uh, hotel tulajdonos, és mindig mentek a vendégek, és valamit intézni próbáltak, és kérdeztek tőle valamit, hogy mit tudom én. -e, van itt valami látnivaló a környéken? És általában előhúzott egy kis hangszert, megpengette, vagy megfújta, és így valamit idétlenkedett mindig, is az attól függ, mikor kérded. Mert a kedden kérded, és akkor így végigmondta a hét semmi értelme nem volt az egésznek. De ez jutott a csubakkal Lehet-e lehet elcigit szívni a buszon? Az attól függ, mikor kérded. Na mindegy, hát még így is több a valóság tartalma ennek a cikknek, mint általában megszoktak jelenni, de nagyon-nagyon-nagyon rezgeti a lécet, hogy, hogy bá, nem, nem szép cikk. Na, Ennyit hát... szerettem volna csak mondani, mielőtt megint kék halálozok. Jó, hát a, a nem szép cikre ott van a másik ékes példája, 28-án jelent meg az indexen, a kiderül, miért bírja egy csomó dohányos tüdeje. Ö, kérdezem, hogy mit? Na, szóval azt mondják a cikkben, hogy <laughs> ö, de ilyenről se hallottam még, és ne kacagjatok föl hangosan majd, a DNS kedvező mutációja köszönhető, hogy a dohányosok egy részének tüdeje Jó. egészséges marad, akár egy egész életen át tartó káros szenvedély ellenére. Mi az, hogy a DNS ked a, a mutáció az hogy lehet kedvező? Nem, 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 sehogy sem szerintem. De brit kutatók ö, állapították meg, tehát biztos van neki valami. Én el tudom neked mondani, hogy hogy lehet kedvező a mutáció. Na, mondjad akkor. Hát például így cammogtunk ki az óceánból. Igen. Ö, az is mutáció. De várjál, várj egy picit. A, az így cammogtunk ki az óceánból, az, az nem egy emberöltőnyi ö, ciklus volt. Tehát... De ez sem egy emberöltőnyi ciklus. Szerintem... Csupán, csupán arról beszél, hogy vannak olyanok, akiknek a génkészlete... Ö, nem foglalkozik azzal, hogy mennyi káros anyagot juttat a tüdőbe, mert képes földolgozni, és nem alakulnak ki náluk szövődmények. Szerintem azt is kellett volna vizsgálni, hogy hány embernél okoz jóindulatú elváltozást a DNS-ben a, mondjuk a halálos gammadózis. És akkor így letelepítünk 50 ezer embert Fukusimához aztán nézzük meg őket tíz év múlva. Tehát ez, ez olyan... Hát ott van Hiroshima, meg Nagasaki. Hát én tudom sorolni, pókember, <laughs> Mr. Manhattan. <hetem. gül> hát ez nagyon jó. Igen, föl tudnád az összes Marvel DC Comics főhőst, aki, aki homokká változik, vízzé változik, megcsípi a radioaktív pók. Mondjuk, mondjuk olyanokat, akik rábasztak. <gül> Igen. <gül> Ennyi. Szóval. És, és minden második dohányos. Visszatérve a, a brit tudósok kutatására, 50 ezer önkéntesen végezték el a, a, ezt az egészségügyi és genetikai adatelemzést, és ugye azért indították anno ezt az egész projektet, hogy a krónikus betegségeket, a szívbetegséget, a rákot, a diabetes megelőzését vagy diagnózisát és kezelését ugye javíthassák. A szakemberek vizsgálták emellett a COPD előfordulását is, tehát ez a, ez a krónikus obstruktív tüdőbetegség, amit a köznyelvben csak úgy tudnánk definiálni, hogy az, amikor mikor az ember reggel fulladva ébred, vagy nem csinál semmit, aztán mégis valamit felköhög, és légszomja van a semmitől, az az általában, ami a COPD egyik tünete, és, és itt megállapították, hogy, hogy COPD-s és nem COPD-s emberek összehasonlításával kimutatható, hogy a DNS bizonyos részeinek kedvező mutációi erősítették a tüdő működését, és csökkentették a, a COPD kialakulásának a kockázatát. Amire ugye tovább fűzték, és azt mondták, hogy a jó génekkel rendelkező dohányosoknak kisebb a kockázata a COPD kialakulásának, mint a rossz génekkel rendelkezőknél. De hát zárójelben jegyzem meg én, mint kommenter, hogy azért erre nem alapoznék egy életet, hogy szívom a cigit, és majd kiderül a végén, hogy most akkor nekem milyen a DNS struktúrám. Na, de a kufifikának volt igaza, hogy nem a dohányzás alakít ki olyan mutációkat a szervezeten belül, amitől rezisztensebb lesz erre az egész kócserájra, hanem akik már eleve szerencsések és olyan más génállományjal rendelkeznek, azok, azok szerencsések. Tehát ugye a, a, te, a természetes kiválasztódás folyamatában a, a mutáció Bizonyos iránya elősegíti az adott szituációban az egyet túlélését. És De azt tegyük ugye, hozzá, hogy a, ezt a mutáció mindig, mindig így kell nézni, tehát nem, nem úgy mutálódnak az emberek, hogy két fejük nő, és akkor. Persze, az tiszta sor, csak a mutációt, azt ne úgy gondolja és értse mindenki, hogy akkor van, van jobbra egy út, meg balra egy út, és, és én, én azt választom, hogy jobbra megyek. Hanem, hanem van millió és egy út, és aztán valamerre elindulok, az tovább ágazik, és onnan a másik irányba kanyarodok, és az továbbágazik és az továbbágazik és... És aztán lehet, hogy az 55. kanyar után ö, van egy, és hívhatjuk ezt nyugodtan defektusnak, hogy lesz egy olyan defektus, ami azt eredményezi, hogy olyan génekkel fog rendelkezni az ember. De ehhez ez ilyen nagyon-nagyon sok millió az akárhányhoz ö, esély kell. Hát igen, csak ö, ugye itt a, 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 túl, a túlélés és az átörökítés, ami még közre játszik ebbe a metódusba, és ö, nyilván azok fognak ö, többet átörökíteni, akik ö, ö, túlélnek. Tehát erről szólt az egész ö, evolúció. Am, amúgy, ami már biztos nem igaz, tehát tudod, a... Na, nem ásszunk nem, nem, nem bele, mert ez podcast végéig el fog tartani. Amúgy majd küldök egy kis energiát neked, Charlie, jó? Nem kell köszönöm, van elég. Befejezem, azért az utolsó gondolatment ugye az volt, a szakember hangsúlyozta is, hogy nincs semmiféle varáspirula, amely biztos védelmet garantálna bárkinek a dohányzás káros hatásaival szemben. A leghatékonyabb módszer a COPD és a dohányzással összefüggő egyéb betegségek kivédésére az, hogyha az ember leteszi a cigarettát. Ha nem szívod, mert megszívod. Ja. És a végén olyan volt, mint hogy egy pontyot elengedtél volna. Igen. <laughs> Szabadon engedtem. Hagy lélegezzen tovább a víz. Vilit a pontyot. <laughs> Vilit a pontyot. Igen. Na, Na, és akkor egy kis könnyed, könnyed téma utána, ö, mi volt ez a Nightcore-os Jaj, látás? Igen, 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 tehát így elhatároztam magamban, most kipakoltam az összes ilyen begyűjtött anyagot, és ö, ö, nyilván az emberbe így ülepszenek le dolgok. Na, az egyik dolog, hogy képzeld el, hogy a Nightcore standjánál, ami nem egy óriási stand volt egyébként, meg kell, hogy mondjam, tehát egy ilyen 20 négyzetméter volt maximum. A Nightcore standjánál két érdekes dolgot láttam. Az egyik az abszolút ö, hagyományos, csak nekem még nem szúrt szemet, hogy a Nightcore-nak van olyan töltője, amiben nem csak modakut lehet tölteni, hanem sima egómenetes e is bele lehet teken. Nem tudom, te látta, de hm. nekem ez abszolút... Ö, Újdonságként hatott, a másik pedig az, hogy a Nightcore-nak van készüléke. Nem már. De. De fogtam a kezembe, nem lehetett lefényképezni a zenre uh, kicsit uh, hajazó uh, DCDC temp control, tehát ami a mostani trendeknek megfelel 50 watt, uh, és hihetetlen könnyű. Tehát még, még akkumulátorral együtt is uh, borzasztó könnyű volt a, a készülék. Titán uh, uh, házba van az egész. Nagyon picike, uh, ahhoz képest, hogy egy 18650-es akku működteti. És mondom, a a, 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 zenre hasonlított a, a formája, és egy nagyon szép készülék volt. Természetesen volt rajta vésztöltési üzemmód, tehát abszolút tetszett a kütyű, kérdeztem, hogy hol lehet venni, tehát tudtam, hogy ez már egy abszolút levegőbe előtt kérdés, mert sehol nem lehetett amúgy vásárolni, de mondták, hogy ez még csak egy prototípus, valószínűleg egy három hónap múlva lesz a piacon, természetesen névjegyet cseréltünk, stb. stb. Úgyhogy És ezt abban a zsebedbe tetted be ezt a névjegyet, ahonnan fogadni fogod a leveleket. I igen, és természetesen előbb-utóbb a piacon lesz, csak én abszolút megütköztem ezen a, a dolgon, mert ugye a Nightcore-t azt a töltőiről ismerjük, hogy belefogtak egy ilyen mod gyártás projektbe. Jó, De hát a Yamaha-t megismered a motorjairól, igen, aztán valaki igen, meg igen. a zongorájáról. Igen. Hát én el tudom képzelni, hogy a nightcore így az elmúlt években egy kicsit megugrott a, 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 az eladás száma a töltőknek, így hogy a, egy új szubkultúra kialakult, ami mindenképpen kell, hogy legyen töltője. Mondom, ez a, ez a, a kombó, amit láttam, ez egy két, két ágyos akutöltő volt, és a, a két, tehát Egyébként hülyén csinálták meg, mert nem oldalra, nem, hanem az ágyban van. Be. Tehát ha betekered az egódat, akkor ott nem töltesz akkumulátort. Ne, az Amúgy. szerintem az teljesen jó úgy. Hiszen, hiszen... Nem, nem tudom, mi volt a koncepció mögötte, csak uh, ennyi <laughs> volt így a ránézésre az első észrevételem, hogy hogy nem egy nem gyakú helyét foglalja el a. a betekert egót, hanem ott középen van. Tehát egy a se tudsz beletenni. Valószínűleg... Mint a parkolna. igen, mint csak kis autóval szarú parkolna, nagyjából úgy, úgy nézett ki a történet, de teljesen meglepődtem, hogy ott van egy sülyeztett egó töltő rész benne. <hül> Na úgyhogy ennyi. Aztán majd a következő adásra megint mesélek valami érdekeset. Olyan vagy, porciózod a sztorikat, a Marka. jövő évi esemény. <laughs> Igen. Na és mi várható szerintetek az elkövetkezendő két-három évben akkor? Krisztián. Hát pont mielőtt az előbb megszakadtam, Fifika szegről végről ezt feszegette, ugye, ott a jövedéki meg az egyéb szorítják a bilincset vonalon. Én nem tudom, hogy mi várható az elkövetkezendő három évben, de én lelőhetetlen optimista vagyok. Tehát az összes médiából folyó álhír és félrevezetés, meg az összes ilyen baromság ellenére az elmúlt két évben azért folyamatosan nőtt a. Gőzlér populáció, és ebből kifolyólag egyre többen vagyunk, akik hajlandóak megmozdulni, és nyilván ez egy elmélet, és, és én szerintem nagyon nagy disznóságokat nem fognak tudni csinálni, mert, mert egész egyszerűen a civil oldali nyomásról helyre tesszük őket. És hát tényleg a, olyanok vagyunk szerintem egyelőre, mert hogy olyan nagyon nagy megmozdulás nem történt még, de olyanok vagyunk, mint az alvó macska, és a, 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 a közegészségügyi szakik meg egyebek jönnek és húzgálják a bajszunkat ezekkel a hülyeségekkel, és előbb-utóbb kijár majd a pofon. Én, én ezt gondolom. Ez, amit mondtál, hogy ha bár felül a gályas, alul a víznek árja, azért a víz az úr. Erre tudnám implementálni a hasonlatodat. Ó, de szépen mondtad, Csár. Igen. Várjatok. Jobb vál? Kultúr 10 percben. Bal, Balra, megveregettem, jó van. Amit te mondtál, az a, ö, egy picit lazán, de de összefüggésben van, amit betettem a Baba Baba ba, hetes pontba és ez nagyon szép, majd a végén a mottót. Ugye arról szól ez a story, ez, ha jól látom, akkor hol volt ez a déli dailydat.com-on, hogy volt egy emberke, akit nem is tudom, hogy hát a neve alapján inkább Zsöné Gutiérreznek hívnak, és, és, elment egy, elment egy vape festre, de úgy ment el, hogy ő nem elektromos cigarettázik, zott, fog zotni, akármit, tudod, hogy épp az mhs van, <laughs> és, és megnézte, hogy na, na, milyen ez a, ez a, a vép blast. És ugye avatatlan szemként ő csak annyit látott, hogy, hogy bemegy a, a helyszínre egy nagy gyárcsarnokba, és hogy rohadt nagy pára leírja, hogy, hogy mi ez propilenglikol, meg növényi glicerin, meg az anyám kinya, és hogy, hogy, mire használják az emberek, meg vannak azok a hülyék, akik marihuánát vépelnek. De, de rögtön az elején megemlíti, hogy, hogy, ezek az emberek mi, 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 mi. Ki vagyunk téve annak, hogy, hogy a vapereket magyar nyelvre fordítva a gőzléreket, ö, perifériára szorítja a, a média, az életmód az interneten, hiszen már sem csinál, csak be itt a keresőbe ö, egy erre jellemző kérdést, és millió és egy mémet kidobott a vépeléssel kapcsolatba. Ami amellett, hogy egy gúnyos cselekményre ö, hajaz, ö, kicsit olyan volt, neki, mint hogyha Dávid és Góliát harcát látta volna, és nem mi vagyunk jelen esetben a Góliát, hanem Dávid. És, Az és... jó, mert azt a meccset megnyertük. Vagy megnyerte. Igen. Ha ez így uh, van. És ugye leírja, hogy a legfrissebb és látszólag megbízható tanulmány, ugye a 95 szá... mondjuk csak ezt, a 95 os tanulmány, uh, a, a mainstream kultúra nem találja száz százalékig elfogadhatónak ezt és, és, és azt mondja, hogy még mindig a a a jogszabály változások bűvöletében nyomása alatt élünk és és hogy ez borzasztó sok embernek már maga ez is, hogy, hogy ez, a, ez, a, hogy mondják ezt a cloud csészelés általánosságban maga a puszta tény, hogy vépelsz, és az olyan, olyan testidegennek tűnik, hiszen, hiszen valami idegen anyag, ilyen folyékony anyagból valamit kigőzölsz, és, és, abból lesz ez a nagy gőz, ö, füstnek látszó valami. Tényleg olyan, olyan fura, ahogy az emberek hozzá tudnak ehhez állni. Na az a lényeg, hogy elment a, a Vape is, és teljesen szakmaiatlanul ment el, tehát nem is elcigizett előtte. Belépett a helységbe, hatalmas gőz, felhő, köd, illatos köd, ahogy ő fogalmazott, és rögtön fehér, azt látta, hogy fehér, igen, fehér srácok fekete pólóban, tehát ez az abszolút nem ö, ö, megszokott, ö, és kicsit, ö, hogy mondják ezt ilyen demagóg, tudod, ez a, azért van rajta fekete, hogy jobban látszon a füst. Ö, de észrevette saját magán, hogy mennyivel, mennyivel empatikusabb kezdett lenni úgy, hogy ezek az emberek körülötte voltak, és milyen empatikus emberekkel találkozott, befogadó volt mindenki, elment az egyik standhoz, szívélyesen elmagyarázták, hogy hogy kell vépelni, ott volt egy játék, ö, ö, meséltek neki az ízekről, hogy hogy áll ez össze, ö, Sétáltott a konferencián, és és mindenféle hülye készülékeket találkozott. Itt van egy képen pont egy Joker, tehát a, a Batman jokere, ahol a tetején a fejéből jön ki egy, egy hatalmas dripper. Ez porzosztó egyébként szerintem, ahogy kinéz. Volt ott ázsiai ruhába öltözött férfi, aki fújta a gőzt, azt nem is tudtam hova rakni a, a, a cipőjével mindenféle szórakoztató standot látott, és akkor elérkezett egyszer csak a Cloud Chasers INC standjához, vagy ismeritek, vagy nem, ezt a céget egy most 24 éves srác alapította, Kurt Löblich, aki aki egy brandet épített nagyon ügyesen e köré, megcsinálta ezt a CCI-nak is nevezhetjük röviden, ezt a felhőkergető vonalat, és és ő volt az, aki, aki bevezette azt a brandet, ugye, hogy Cloud Chasers INC, mint cég, és ő még a, ez a csaj, remélem, hogy csaj, és jó sejtettem ugye még előtte a Facebookon az eseménynél látott egy képet, és, és, neki ez, őt ez undorral töltött el, hogy pont a, a, Kurt volt az, aki egy, egy rolleren közlekedett, és azt a hatalmas gőzt, hogy fújta ki, az tényleg olyan volt, mint egy, mint egy gőzmozdonya, hogy így az arcát kitakarja, és megy mögötte két-három méter hosszan a gőz, és hogy azt mondja, hogy ez egy, egy, tényleg undorító dolog volt számára, és ettől függetlenül, hogy ez közölte, Ö, ö, elkezdett beszélni, ugye, Kurtal, és mondta, hogy, hogy neki hogy indult ez az egész. Hát, ha mondhatjuk, az 24 éves, hogy a szakmai karrierje, és mondja, hogy neki két évvel ezelőtt adott a barátnője ultimátumot például, ö, amikor is, ö, hát nem volt annyira hardcore user, mint te, de Löblich két csomag cigit szívott naponta, és ö, azt is tudni kellett hozzá, hogy mindenki, aki az ő családjában ö, élt, nagyszülőire gondolok, most tüdőrákban halt meg, és hogy ő körülbelül tíz nap alatt váltott át vépelésre, néha még alkalmanként rágyújtott, de nagy részt vépelt, felváltotta a dohányzás. Azóta persze már csak dohányzás van. És... Vépelés? Vépelés. Bocsánat, bocsánat, igen. Azóta teljesen elment a dohányzást, erre gondoltam, és csak vépel. És, és aztán állt rá erre a erre a, a Cloud Chaser vonalra. Izgatott volt az egésztől, hogy hogy lehetne minél nagyobb gőzt, minél nagyobb felhőt, versenyeket csináltak, elmagyarázta üh, azt is Lőblik, hogy ebben az évben miért nem volt verseny. Ugye nem tudom, hogy visszaemlékeztek-e, mert már múlt évben is volt podcast, és akkor... Üh, akkor, akkor volt az, amikor főrobbant Igen, igen. Ezen a vép volt, amikor üh, amikor az egyik szerencsétlen ember nem megfelelő készülékbe, nem megfelelő aksival, nem megfelelő ellenállással használta, tenni. és azt tudjuk, hogy az energia valahol távozik, csak nem ott, ahol mi szeretnénk. Sikerült, Na. az látványos volt. Hát az, az annyira, hogy látod, még most, most sem. Azt mondja itt a cikkíró, hogy Kicsit előrébb olvasok, bocsánat. Igen, egy kis pihenőt tartottak, és a nagy pár az, az elég volt neki így első körre. Kimentek levegőzni a parkolóba, és láttak egy férfit körülbelül 25 méternyire a, a rendezvénytől, aki <laughs> büfögött egyet. És hát 25 méter, hát meghallod el hogy... És mikor meglátta, hogy ott vannak, akkor feléjük ö, fordulva elnézést kért, tehát ők voltak csak egyedül 25 méter távolságra, ö, nem értette itt a cikkírója, hogy, hogy miért kellett elnézést kérnie, hiszen még a távolság is van volt, igazából semmit nem lehetett hallani, de az udvariasság győzött. Ö, aztán visszatértek a konferenciára, és ö, azt mondja, hogy... Ö, hogy egy ember állt fönn a színpadon, és ő természetesen, mint jó sztereotíp emberke, már, már mint egy rajzfilmben, a, a, a kis gonosz már dörzsölte a tenyerét, hogy na, itt most valami valami nagy durranás lesz, amit majd ő jó ki, ki fog tudni ebben a cikkben figurázni. Itt viszont más nem történt, csak. Tartottak egy, egy ismertetőt a texasi fogyasztóknak a helyzetről, a vállalkozások helyzetéről, és és mindenkit arra ösztönzött a színpadon levő, hogy vegye ki a részét a, a gőzlér, ott még így hívják, hogy vaper közösségben, és és vegyék fel a küzdelmet a, a, a tudatlanság ellen, a dohányipari cégek hamisállításaival szemben. Ami jó, azt itt leírja, hogy hogy neki van egy vaper áruháza is, de egyébként a felszólaló, aki nem tudom, milyen Shell volt, ő az, aki a, a dohányfüstmentes alternatív társulás, az az Fata elnöke egyben, és szenvedélyes vaper aktivista. Tovább menve, azt mondja, hogy találkozott olyan emberrel, aki, ö, akinek szintúgy az összes nagyszülőt a tüdőrák ö, ő viszont váltott elektromos cigarettára, és itt vo volt egy nagyon jó motto, ö, azt mondta még pedig, hogy ö, nehéz leszokni, de könnyű váltani. és ez, ez szerintem ez ez zseniális. tehát ö, minden benne van az, hogyha valaki azt mondja, hogy tedd le a cigarettát, akarattal minden sikerül, egy nagy büdös lófaszt, vagy, ja. vagy ha a DNS mutációd olyan, hogy belőled azt váltja ki, hogy leteszed, hogy leteszed, és ennyi, akkor oké, okay, de rohadt kevés ember képes erre, viszont a váltás a könnyebb, ahogy mondjuk Kurt vagy a te példád is, is mutatta. Le is írják, hogy, hogy van egy tudományos módszer, lehet, hogy sikeres, de de mindenféleképpen a megfelelő módon kell azt véghez vinni, hogy könnyen abba tud hagyni a cigarettázást. És ez lehet egy, egy ilyen könnyebb módja a cigarettázás abba hagyásának. Azt mondja, hogy mi van még itt, mi van még itt, Mennyit írnak még? Ö... Igen. A közösségről beszélt, hogy hogy tulajdonképp itt a, itt a végső cél az, az, az sokkal mélyebbre mutató, mint sem az, hogy, hogy eljövünk és köpködjük a gőzöket, hanem, hanem segíteni az embereknek. Ö... Azt mondja, hogy, hogy voltak itt ilyen mondatok, ezt ki is jegyzeteltem, hogy hogy a legtöbb szubkultúrában ö, könnyű a préda. Ö, értsük úgy, hogy például, mit tudom is én, milyen ellent, ö, ellenérzéseink vannak, hogyha valaki gluténmentesen étkezik, vagy vegán terméket fogyaszt, vagy, vagy csak egy egyszerű példa Budapesten a kerékpárosok, meg az autóvezetők. Hogy, hogy a domináns kultúra haragja és gúnya a kisebb csoportok felé, az milyen egyszerű, és igazából azt sem tudják, hogy mi gerjeszti ezt a haragot és gúnyt. Ez de szépen volt megfogalmazó. Ja. Úgy tűnik egyébként, hogy, hogy az Ez emberek minden ö, szubkultúrát skeptikusan ítélnek meg, de csak azért, mert, mert mit tudom is én, te vegán terméket, és ezzel én is nap mint nap találkozok. Fönn az étteremben, Szia, van valami húsmentes? Mi? Te nem eszel húst? Nem, nem. Hát és akkor mi van? Na, hát látod, élek. Nem fog tudni aludni egész este, ezen fog forgulódni az ágyak. Úristen, ez nem eszik úristen. <laughs> Jaj. Úristen. Na szóval uh, kitért arra is, hogy ugye a tájékozatlan nagyobb tömeg elhiszi, hogy ezek a tagok uh, felsőbbrendűségi komplexussal rendelkeznek, vagy hogy mind megpróbálják letolni mások torkán azt, amit ők jónak gondolnak. És ebben is ugye uh, régebben beszéltünk arról, hogy nem, nem szabad ez, ezt a nagyon intenzíven, nagyon erősen kardoskodó, hogy márpedig szokjál át az egy cigire mert ezzel élet csak túl. Nem kell, nem kell, hogy is mondtuk akkor? Azt nem kell hittérítőnek lenni, most csak ez jutott eszembe hirtelen. Na és akkor zárszóként, mert ez nagyon hosszú ez a cikk, de érdemes elolvasni. Ugye az volt, hogy szerény véleményem az esemény után barátaim, és így fogalmazott Vaper testvéreim lássuk be, mindannyian tévedtünk. A vépelés 95%-kal egészségesebb és 40%-kal olcsóbb, mint a cigaretta. Segít embereknek a gyors és egyszerű le átszokásban, és természetesen kiterjeszti identitásunkat is. És akkor mi van? Ha ez azt jelenti, hogy elköteleződik valaki a vépelés mellett, ami egyébként elpusztít egy veszélyes függőséget, akkor kit érdekel? Unalmas, hogy folyton lenézik a vapereket. Ők csak a tőlük tehető legjobbat próbálják tenni, és valójában csökkentik a szervezetükben a mérgező anyagok jelenlétét, akár beismerjük, akár tagadjuk. Hagyd a vapereket gőzölni, tesó. Gyönyörű egyébként a Amen. kacik, ja. és, és Igen. sajnos Porra. nagyon sok mindent ki kellett hagynom belőle, mert napestig tudnám itt olvasni, de de ami neki lejött az egészből, hogy hogy nem ez a nem ez a nagyon erősen meggyőzés téged, hiszen te nem is ö, ö, vépeltél volt, akik, akik, ö, akik akartak neki, hogy kóstold meg kóstold meg, de hát ő nem vépel. De legalább mutassátok meg, hogy milyen az, mikor kifújjátok a gőzt, és akkor ott négy fiú összeállt, és megmutatták, hogy micsoda gőze van annak. Ö, és, és ő milyen boldog volt, hogy le tudta őket fotózni. Ö, aztán vannak itt még, vannak itt még példák ö, szintén egy parkolói séta. Ö, és amit ő leszűrt, hogy, hogy itt inkább arról szól a közösség, hogy nem az, hogy én el akarok ezt adni neked, vedd meg, és azért vedd meg, mert jó, hanem, hanem találtak valóban egy új hobbit, és ezt a hobbit minél több más emberrel próbálják megismertetni, összetartva egymással, Ö, új technológiákat, új tapasztalatokat cserélni. Tehát ez, a, ez az abszolút, ez a, ez a, free your mind érzés, és, ö, és, hogy ez volt az, amivel őt meg akarták ismertetni, nem, nem ez, a, ez a rátukmálás, tudod, hogy, hogy, vegyél meg valamit, vedd meg az enyémet, mert ez a jó, mert ez a legjobb, hanem, hanem magával, a, tényleg ezzel a szubkultúrával akarták megismertetni, Hi, és, és ennek van értelme igazán az ismeretterjesztésnek terjesztésnek, ezért csináljuk mi is, nem, nem azért, vagy nem annak van értelme, hogy hogy ezt vedd meg, mert ez a jó, így vedd meg, így használd, akkor lesz jó. Mert annak úgy igazából az nem, vizet, nem vezet sehova. Azt elmondod, hát vagy megjegyzi, vagy nem, és és ennyi. Két dolog jutott eszembe. Tehát igazából valóban nem kell lenyomni senkinek a torkán, ott kell lennünk élő mementónak, hogyha bárhol fölmerül, hogy ez rossz, akkor ott állassunk és elmutassuk, hogy nem rossz, egyáltalán nem rossz. Az jutott eszembe, hogy egy lelki személyem előtt megjelent Lajos, a, a sakkőrült, aki mindenkinek neki, még, te nem sakkozó, úristen, kezdje el sakkozni, ez a világ legjobb dolga. <laughs> És két, két, nagy különbség van, az egyik, De hogy nem a, 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 nem, érdekel. a, nem a viszonylag kevesen szoktak meghalni, tehát így, ebből a szempontból mondjuk az elcigi mint olyan népszerűsítésének és az ECG igényének a terjesztésének. Tehát nem fogsz oda menni egy nem dohányos rábeszélni, hogy te figyelj, kezd már el lejcigizni. De hogyha egy dohányos látsz, akkor, és, és szóba elegyedtek meg ilyesmi, akkor természetes, hogy megpróbálod átadni neki a te tapasztalataidat, megosztani vele, hogy egy, egy, egy sorstársadról van szó, aki még mindig ott a, 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 a dohányzás rabikájában szenved, úgyhogy így ez kicsit más, mint hogy. Hát sakosz, meg, sakosz, meg ugye, ugye, amit az utolsó bekezdésben mondtam, hogy, hogy ő azt mondta le konklúzióként, hogy, hogy mi csak a tőlünk telhető legjobbat próbáljuk tenni, és valóban csökkentjük a szervezetünkben a mérgező anyagok jelenlétét. Akár beismerjük, akár tagadjuk. A kettő dolog jutott nekem megkapcsán eszembe igazából, és az egyik az még visszacsatol egy kicsit ez a mi várható mi, mi az elkövetkezendő három évbenhez. Az jutott nekem eszembe, miközben itt ezt a beszámolót osztottad meg velünk, hogy, hogy így az elmúlt három-négy évben hány olyan e, embert ismertem meg, akit alapvetően, ha nem elcigarettázom, ha nincs az elcigaretta, akkor a büdös életben nem keverettünk volna e, egymáshoz e, ismeretségi közelben, semmilyen körülmények között nem. Tehát, hogy ö, a, ezek, az ezek, elektromos... Bocsánat, hogy közben szóltam ezen, én is gondolkoztam múltkor, ezek a, ezek a sorsszerűségek egyébként, hogy hogy honnan lenne neked kívesztről kavicsod, ha én nem kezdek el elcigizni. Ugye? És hogy már van neki? Nem nálam, nem, nem, nem nálam, s, még, de nekem sincs bread of on, de, de igen, Mert gondolkoztam ezen, hogy, hogy mindig vannak, nem kell ezen egyébként azon se kétségbe esni, hogy mit tudom is én Elsodródott mellőlünk x vagy y ember, most már filozófiai csárli vagyok. Ezek ilyen sorsszerűek. Barátok jönnek, barátok mennek, de abban a pillanatban mindig meg kell találni azt az értelmes társaságot, akik ö, kielégítik a te. Élet iránti vágyaidat. Például az, hogy most az elcigi nagyon érdekel engem, olyan közösségeket kell keresni, ahol konstruktívan, tartalmasan, ö, értelmesen el tudják mondani, hogy ez mi, az mi, az mi, és nem megyek el természetesen mondjuk a dohányzás fókuszponthoz megkérdezni, hogy na, hogy tudnék leszokni, mert ajánlani fogják majd a sampixot <laughs> például, amire majd ki fogunk szintén térni. jaj. jaj, jaj, jaj. Ez a cikk, ez, ez annyira, annyira rohadt jó, hogy inkább a Kurva jó jelzőt ajánlanám neki plecsnivel, mert egy olyan ember mesélt el, aki nem vépel, úgy mondta el az élményeit, hogy nem vépelt, olyan tapasztalatokat mondott, amik egy nem véper, ergo dohányosnak is hasznosak, és... És ennyi. Nagy, és hülye, nagy hülyeség, ö, sőt, hát nincs benne hülyeség. És Öt. most nézem, a vicc a dologban az az, hogy az elején írja, hogy azzal a szándékkal igen, ment el, igen. hogy ma jó, megnézi ezeket a csodabogarakat, és jó, kifigurázza. Igen, 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 bocsánat, azt elfelejtettem mondani. <laughs> ö, hát annyira figurázt... tulajdonképp ö, ez is az emberi nagyság. Gát bizonyítja, hogy ettől függetlenül megírta, és ez a, ez a mea culpa maxima, szórom a, ham, a, fe, a hamut a e -e Előítélet pályát, és... le a igen. Plottyom. Igen, igen, igen. Egyébként mondom, én ezt a Kurtnak az üzenő falán láttam, de megosztotta, és pont ezt, a, ezt az érdekes utolsó két bejegyzést, vagy bekezdést megosztotta a Phil Bussardo is. Úgyhogy Úgyhogy nagy okosságok vannak benne nem véper szemszögből, és, és tök érdekes, így látni magadat viszont egy, egy ilyen objektív tükör tulajdonképpen ez az ember. <laughs> így látni, hogy hogy lát minket egy olyan ember, aki nem, nem vépel, és, és, mik a félelmei, aggodalmai. Szóval nekem ez ez, 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 nagyon, ez volt nekem a, a hét cikke. Nagyon klassz egyébként, tényleg. tényleg. És még, még, egy dolog van, amit nem mondtam el egyébként, ami, a, ami, lesz a három évre visszautal, hogy gondolkoztam ezen mostanában, hogy mi is történt itt igazából az elmúlt három-négy évben. Tehát ugye itt volt itt a kis nikotinüldözés itthon, a TPD döcögött Brüsszelben, stb. stb. Hogy megpróbálom jól összeszedni a gondolataimat, hogy az van, hogy az elektromos cigaretta, az elektromos cigarettázás nyilván a dohányosoknak jó dolog. Tehát ezt objektíve kijelenthetjük, hogy baromi jó dolog, hogy ha valaki abbahagyja a dohányzást bármilyen okból. És az elektromos cigarettának ez a célja, hogy a delikvens hagyja abba a dohányzást, hogy nagyon drasztikusan csökkentse. Tehát alapvetően ez egy kurva jó dolog. És ezzel szembe vannak azok az emberek, akik vagy azért, mert kőhülyék, vagy azért, mert begyöpösödöttek és minden új elől elzárkóznak, vagy azért, mert a gyógyszermafia pénzeli őket, teljesen mindegy, valami okból kifolyólag ezt megpróbálják megakadályozni, és próbálnak szabályokat hozni, törvényeket hozni, ellehetetleníteni ezt az egészet, és vissza visszadugni a dzsint a palacba. És az van ezzel, hogy ezek hál' Istennek paromi lassú folyamatok. Hát nézzétek meg, hogy a TPD-vel mennyi ideje szötyögnek, és még hó van még jövő május, itt itthon a nikotinos mizériával mit értek el. Valami nagyokos valószínűleg azt gondolhatta, hogy hú, hát ezzel most azonnal kirántjuk a lábuk alól a, a szőnyeget, és becsukják a boltot, és vége Magyarországon a hülye hercegiseknek. Paramira hát nem ez történt. Én innen, onnan, mindenhonnan azt hallottam vissza, hogy emberkék ennek ellenére elkezdtek elektromos szigarettázni, hát döccentek egyet a bukkanón, és elkezdtek nullással E-cigarettázni, és nullással sikerült váltaniuk. Tehát igazából azon kívül, hogy kényelmetlenséget okoztak egy nagymarék embernek, nem értek el ezzel az egésszel semmit. És menet közben telnek, telnek, telnek az évek. És én mindenhonnan azt hallom, tehát nyilván a saját környezetemben azért, aki dohányzott, azt próbáltam megtéríteni, több-kevesebb sikerrel, de a minap gyűltünk össze az egyik hugomnak a szülinapja alkalmából, és összeverődött az ő társasága, és tehát én is, mint az ő társaságának a részeként voltam ott, és találkoztam emberkékkel az ő társaságából, akivel baromi régóta nem találkoztam. És ott volt egy lány, meg a pasia, akik teljesen tőlem függetlenül, tehát semmi közöm nincsen hozzá, elkezdtek elektromos cigarettázni, és ez tök jó volt látni, hogy, hogy, hogy terjed, tényleg terjed, és hogy a, a konklúzióhoz is elérkezzek, amiért mondom bocsánat, ezt a hatalmas paramiuszumonológat. Bocsánat, a előtt neked nem volt még olyanod, hogy ő, nekem a strandon fordult legutoljára most Balatonon elő ilyen, hogy, hogy leterítettük a pokrócot, és láttam, hogy mellettem kettővel szívja valaki az ice egy büdös szót nem szóltunk egymáshoz, csak mikor meglátta, hogy én is gőzölök, és megemeltük egymás felé a, az elcikinket. Egy, mosoly, és ennyi. És tudod, ez olyan, mint a motorosoknál, nem is ismered, csak intesz neki. Ja, 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 ezt én is imádom, amikor az utcán jön valaki egy a kis kasztban, módjával egy szembe. Egy játszottok. Egymásra mosolyogtak. Csak ez ja, ugye ja, ja. olyan nagy, hogy, hogy, ugye Európában is üldözve vagyunk, tehát akár, akár mondjuk a, a Heathrow-n is el tudod ugyanezt játszani az ak, Akár a pottyansz igazándiból, igen, megvan a, a, az üldözötség miatt a közösség. Igen. Na mi e, volt a konklúzió? Szó, a konklúzió ebből az, hogy azt a konklúziót vonom, és ezért vagyok én bizakodó továbbra is a, a, a jövőt tekintve, hogy egy baromi jó dolog van, aminek a dzsinyét nem lehet visszadugni a palaszba, és próbálkozhatnak a módon ezekkel a baromi lassú, törvénykezős, stb. akadályoztatós módon, de amíg ezekkel szerencsétlenkednek, addig is növekszik az elcegisek száma. És minél több elektromos cigarettás van, ugye van az a mondás, hogy hat, maximum hat áttételen keresztül minden ember ismerőse mindenkinek. És ugyanez itt is van, tehát két-három évvel ezelőtt baromi nehéz volt bármit érvény, vagy eljutni olyan helyre, tehát olyan ember találni, aki befolyással van bármire, és jogalkotás ilyen szempontjából, de így, hogy az évek alatt egyre egyre több elektromos cigarettás lett, szerintem már nem nagyon van olyan ember, akinek kvázi a közvetlen közelébe ne lenne egy élő bizonyíték arra, hogy az elektromos cigaretta már pedig tényleg működik. És ameddig ez a tendencia megmarad, hogy hol gyorsabban, hol lassabban, de azért a, 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 a gőzlérek lélekszáma növekszik, addig folyamatosan csak tényleg szépen lassan megyünk, haladunk előre, és egyre közelebb kerülünk azokhoz az emberekhez, akik valójában a jogszabályokat csinálják. És előbb-utóbb nem lehet megcsinálni majd azt, amit 2012 ben a Szócska és a NAV megléptek a, a, a nikotinradírozással, mert a megfelelő helyeken ott lesznek az emberek, és ránéznek a papírra, hogy mi, mi, mi ez a hülyeség, elektromos szigit ezt akarod kurogatni. Hát miért? Nincsen azzal semmi baj. Tehát szépen lassan eljutunk Érjük egy a olyan kritikus állapotba. A, igen, igen, ez pont ezt a szót kerestem. Azt a kritikus tömeget, amikor már baromi nehéz lesz ezeknek az embereknek meglépni ezt, tehát így a, 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 az önkény és a, a, a hatalom biztonsága mögül lenyomni mások torkán a, a, az elavult. A, a, vagy, vagy, éppen önző érdekű hülyeségeiket. Úgyhogy én ezért változatlanul bizakodom, nyilván nem egy sétagalop ez a történet, meg hát fogjuk a fejünket, hogy már megint milyen baromságokat találnak ki folyton egyik hétről a másik hétre, de ez, 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 ez már túl vagyunk azon, hogy, hogy ezt el lehetetlenítsék. És ha már jó példáról beszélünk, akkor akkor említsük meg a következő pontot is, mert hát azt azért nagy a kimerem a nevetekben is jelenteni, hogy ti sem vagytok a... Hogy legyek A mulatós zene na. rabjai, de, de belebotlottam MC Hover hivatalos oldalába. Ahol is ott volt egy bejegyzés, mindig greppel a szemem a szögletes és hosszúkás dolgokra, és egy szögletes dolgon volt egy hosszúkás, és egyébként gőzt fújt ki. A, az egyik, nem tudom, hogy hogy hívják MC Havert, normális polgári nevén, de a bejegyzés úgy szólt, hogy ides tova, kettő napja nem gyújtottam rá egy szál cigire sem, betojok. Ez működik. Durva jó, sosem hittem volna. És... És leszokott, vagy átszokott, mondjuk így. És érdekes volt, én nem ezt a bejegyzést láttam, és kommenteltem egyébként, ami ami itt volt, és amit betett valamelyik őtök, majd mindjárt megkeresem, hogy. Igen, ez már a, a kettő napos mert szerintem te te azt a bejegyzést láttad, amikor. Igen, megvan, megvan, megvan. El, elkezdte. E Várjál, hogy megígértem, hogy folyamatosan hírt a dohányzásról, a leszokási próbálkozásaimról, és itt van a lényeg benne, ugye? Örömmel jelentem, hogy az e-cigaretta vásárlásom után drasztikusan tudtam kiváltani a cigarettázást. A 36 éven keresztüli napi két doboz cigarettát három nap után a tegnapi nap folyamán kettő szál szálra csökkentettem. Lassan teljesen átállok az e-cigire. Azt hiszem, hogy ez megérdemel egy tapsot. Ma már nem szándékozom rágyújtani. És a 23 megosztásból én voltam az egyik, de szerintem az összes hetszik is megosztott az ismerőség között. attól függetlenül, hogy... Kételtem hogy... én is a saját oldalomra, már mint hogy a saját Facebook oldalomra, csak annyit kommenteltem hozzá, hogy vajon miért nem csodálkozom azon, hogy a Sampix nem segített. Az, az nem is ez volt, mert ugye ő, ő írt egy bejegyzést, amiben mondta, hogy ő próbált sampix is leszokni, és ugye múlt héten pont a sampix is esett szó, és amit az érdekes volt, várja, mert annyira meg akarom találni azt a nőt, hogy keresztre feszítsem. Mert valaki ja, megkérdezte, tudom, hogy mi tudom, az a az kis szemüveges, eminens kinézetű, egy egyébként meg fe felületesen iszonyúan szarú fogalmazó. Azt és... hittem, azt mondja, hogy egyébként meg ez a hatos kapcsolati hálóban három lépés nyire tőled. <gül> 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 Révámaink nője, igen. no, mindegy, nem találom. Mondta neki, hogy de azért vigyázzál egyébként, mert, mert szerintem ugye, tehát itt vízpárát élegzel és a sokat szív felvizesedik a tüdőd. Vizes lesz a tüdőd. Gőzfürdőbe se járja, anyukám. Próbáltam fölvilágosítani, hogy remélem, akkor tudod, hogy a levegőnek is van páratartalma, tartalma óvatosan. És van, ahol 98 és mo nem most, bele. Most azonnal hagyja abba a levegőt. Én, a én most úgy szoktam csinálni egyébként, amikor érzem, hogy már egy fél kilóval, kilóval nehezebb vagyok, érzem, hogy így a tüdőmben a víz, akkor ah, egy ilyen 5-10 percre így, így tótágast állok, és nyitva tartom a szám, és kicsorog belőle lassan. És ezt a cserepes növények fölött csinálod, és megvan a locsolás. Persze, Emlékeztek persze. rá, hogy volt egy podcast, ahol azt hiszem a Charlie mesélt azt a történetet, hogy ne, ne fújt ki a, a gőzt. De miért? Azért, mert a tüdőd jön. Igen, 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 igen. Szihetetlen, tehát ez körülbelül ez, ez a, szint. Igen. Ne, ne fújd rám, de hát miért nincs benne semmi? De a tüdődből a tüdődből jön. Hát akkor levegő is, nem? Hát, áh, brutális. Uh, jó látni Viszont... egyébként, bocsánat, hogy ugyanaz a kommentát, mint mi. Mert azt mondja, hogy ö, hát ez a legelső nap volt, hogy azért ma rágyújtottam egy cigire, mert lemerült az elcigim. Mit mondjak? Büdös volt, rossz ízű és kiábrándító. De ennek nagyon örültem valahogy. <laughs> hát nagy hajrá MC Havernek. Van üdv, van. üdv a gőzlérek társaságában. Egyébként... Most ö, már csak annak... a de kéne valamit kezdeni. A, a, nem, 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 Charlie, tehát én azt mondtam nek neked akkor is, hogy nekem ők egy ilyen nagyon-nagyon jó színfolt volt. Akkor a 3 a, a plusz 2 mellett jött valaki, akinek a szövegei azért, mit tudom is én, nem ezek az ökörségek voltak, hanem 50-szer hallgattad, akkor is jót vigyorogtál ezeken a sorokon, jön a disznó, és az orca mosolyog, nem sejtheti még, hogy ki vagyok, hol a piszta jobb szavjárt később, hova tettem a turmix gépet. úristen. És én, 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 mint vidéki, egy, abszolút visszaadta nekem ezt a disznóvágásos hangulatot, mert én minden hajnalba frázba voltam, én úgy nem, nem tudtunk disznót vágni egy évben, hogy engem ne rugdosson meg a disznó, vagy, én azt vagy hittem, ne, hogy véletlenül ne legyen, téged meg. Ne, ne, legyen valami baleset érted. Abszolút. Én, én nálam az, ahol nincs, ahol nincs, ahol dére hangolva a gitár, az, az, csak, az csak diszkózene. Úgyhogy ebben Clairvo is remélem megerősít. Jut eszembe, jut eszembe, jut eszembe, december. Hatodikat nem, az Mikulás, december valahanyadikán uh, Nightwish. Halász, koncert. Judit koncert. December biztos, halász Judit koncert. December 6-án biztos, hogy halász koncert. Nem, lesz. Nightwish koncert lesz a, a. Vagy puszi. Puszi, puszi is lehet. Tehát még egyszer elmondom, a BS-ben Nightwish koncert, Claire Voy, a párja, és én a feleségemmel valószínű, elmegyünk, és megmutatjuk nekik, milyen az, mikor két gőzlér szétfeszíti a sportcsarnokot. Júj, vasszos, a ember, Night wish, az... Nightwish lecserélte az énekesnőjét, így van? Ö, szerintem nem. Mire de. gondolsz? Kire gondolsz? Hát nem tudom. Ö, ott ne, Nekem a Nightwish akkor tetszett, amikor még a legelső énekesnőjük volt, aki egy kicsit ilyen szubret hangú csaj volt. Ha nem keverem őket, de lehet, hogy keverem viszont nagyon jó, hogy eszembe juttattad mert nekem meg néhány nap múlva Two Csellos koncertem lesz a BS-be, és teljesen uh, elfeledkeztem róla, úgyhogy gyorsan meg kell gyógyulnom. Igen, ilyen kell mindig azt mondom, és a nem gyereke együtt játszott velük, bocs. Kikkel? A Two Csellos A szai? Two Ó, oh, az nagyon menő dolog. Árfán. bocsánat, Na. Én kérek elnézés közben, Anet Olzon az új énekesnő valóban. Aztán... Aztán azt, eztán... azt mondtad, hogy Annette O'Reilly aztán... írta a kérdést. Nem, nem, nekem az, az első énekes nőknek volt egy ilyen nagyon... Tehát a, a Nightwish zenéjében nagyon-nagyon klappoló hangú csaj, nekem ez a második már. Nem hát. Nem tetszik. De ennek ellenére is... gótikus rockba ők a császárok. Tehát hát ők, ő is kilépett egyébként, és aztán <coughs> Flor Janssen lépett a helyére helyettesítőként, aztán 2013-tól ő lett az állandó, de egyébként... Fú, ez fájt egy kicsit, hogy izé, hogy gótikus, mert heavy metal, szimfonikus metal, és power metal. És nem, tehát a Nightwish nem, nem, nem gótikus? Én inkább szimfonikusnak mondanám. Jó, hát ezen el lehet, de tetszik, Pont. Emós zene az egy, a lényeg. Egyik szemem sír a másik emós, vagy a másik haj, várjál. Charlie, kötelet vigyél, koncert végén föltétlen akaszt föl magad. Meg vigyél egy zacskó csempixet. Hát ezt nem hiszem el, gyerekek. Ezt most büntetésből kapjátok. Ezt ismerem, ez a Jézus Krisztus szórászár. Abszolút. Szóval ez, ez a, ez a Gótnál kicsit közelebb van nekem a, 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 az igazi. Még nem látszik, vagy nem hallható a rész, metal. Szimfonikus zenék, zene, szerszámok is vannak. Hallod mújó? Lehet, hogy téged is bevennének a buliba. Nem, hiszem, nem vagyok én egy szabású produkció. Abszolút hát abszolút. csinálunk, abszolút. neked egy, csinálunk neked egy jó CV-t, ne szórakozz már. Ja, meg playback kell hegedülök majd. Te van. leszel a Nightwish <coughs> előzenek arra. <coughs> egy húros gitáron játszó neonáci. Tanultam a hét héten megvan? a Hossuth Lajos verbunkját, azt majd előadom, azzal biztos jó alaphangulatot keverek. <tos> <tos> Mielőtt félreérteni, Mújó is ez a ez a Tom és Gyeris rajzfilm utószinkronos, ez nincs meg? Mi mindig elpattan egy húr róla, és mindenféle metálzenét bevágnak, és akkor a végén fölmegy a színpadra, és akkor mondják, hogy és íme az egy húron játszó ne neonáci, nem. És, nem, az egy húros gitáron játszó neonáci. Mert hogy a karját nem. mindig föllengette a kisegér. <laughs> az nem nem ne idegesíts, hogy nem. Atya nem. úristen. Nem. Hát ott ja, de minden akkor van. ez ilyen alámondott... Persze, persze, alászinkronizált. Szinkron, igen, igen, igen. <laughs> Nem. Na, olvasói kérdések, képzeljétek el, föltettem a kérdést. Jó, de most az izét, igen, a Nightwish meghozta a kedvemet, hogy egy kis Sisters of Mercy-t hallgassak. Köszönöm. Az is, az is überzsír, Igen. Ö, még mielőtt az olvasói kérdéseket, mert úgyis rohadt kevés volt, gyakorlatilag egy is az is múlt hétről, a, arról, hogy ki mennyire kitartó. Múltkor küldött nekem Szabó Miklós, hívjuk csak eugene vagy Eugénnek, akinek, akinek volt nagyon régen balesete, és mondta, hogy ő próbált leszokni a még képzett biorezonancia segítségével, és nem láttad ezt a videót, Mújó? De, 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 de. Azt a, a, az a zseniál, azt a zseniál részt, igen, igen, mikor igen, azt igen. mondja, hogy Amit... a, azt mondta neki a nő, hogy semmi gond, leszoktatjuk pár ezer forint, a két karjára fölhelyezzük ezt az elektrodát. Azt mondja, ez jó, csak ö, nekem hiányzik az egyik karom. Ö, jó, semmi gond, akkor az egyik karjára és a másik lábára helyezzük az elektrodát. Elnézést, hölgyem, lábam sincs. De akkor a másik lábára. Másik lábam sincs. Tehát egy kéz, és megtudta oldani az elektromos cigarettát, sőt a, az RBA kazánokat felújítani is megtanulta egy kézzel, tehát aki... Igen, ő volt az, aki a legót használta, segédeszköz. Aki arra panaszkodik, hogy nincs kézügyessége, <laughs> az ö, nemes egyszerűséggel csak menjen a picsába. tehát Így van. <laughs> Bebizonyítják Nem, nem szar gurít, az biztos. Igen, igen. Tehát ennyit a kitartásról, meg arról, hogy, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Na, de akkor rámennék arra az egy szem olvasói kérdésre, és ezt József Tóth küldte nekünk Tadzsikisztánból. Nem. Tadzsikisztán. Tóth József volt valahonnan Magyarországról. És nem, ne, tehát ez tényleg nem én fényezlek, Fifika, így írták le, én ezeket mindig szó szerint beolvasom. Fifika, Júz nagymester felé volna egy kérdésem. Már előzőleg is volt egy ilyen kérdés, bár lényegében megválaszolatlan maradt. <laughs> Belet ígérve, hogy amint a nagymester visszaér, de. Engem Húz az érdekelne, Isten. hogy a nikotinos alapleveseket meddig lehet tárolni. Aroma nélkülire gondolok. Illetve a nikotin vagy aroma tartalma befolyásolja az eltarthatóságot, vagy csak egyszerűen a végé miatt írnak a flaskákra kettő évet? Na, Valószínűleg, hogy rendet kell tenni a fejekbe. Tehát egy a nikotin, az egy oxidatív anyag. Tehát ha bekevered a a likvidetbe, valószínűleg mindenki észrevette, de aki nem, annak most szólok, hogyha elegendő mennyiségű fényéri a nikotinos likvidjét, bizony változni fog a színe, nem is kicsit. Ami egyébként önmagában nem okoz különösebb problémát, valószínűleg azért nem, mert elfedi maga az aroma, a nikotinnak az illatát. A nikotin, amikor friss és üde, akkor az bizony abszolút átlátszó, szintelen anyag. Ahogy elkezd oxidálódni, levegővel érintkezni és fényel, elkezdi a színét, először is ilyen, ilyen rózsaszínű, aztán egyre sötétebb, Színe lesz, és ezzel együtt előjön a nikotinnak egy nagyon jellegzetes illata, amit az oxidáció okoz. Ezt egyébként néha az alapleveken is lehet érezni, de ez önmagában az élvezetét, a TH-ját, a, TH a fölszívódását semmit nem befolyásol, hogyha a kiindulási anyag abszolút jó volt, nem csípős, nem oldószermaradékos, stb. stb. De ennek ellenére van egy, van egy jellegzetes illata, én például szeretem, tehát egy picit a, a dohányra emlékeztet, annak is talán a hamutálasabb verziójára, sőt, van olyan dohányos aroma kiegészítő, ami ezzel az illattal operál, hogy hagyjon egy ilyen kilégzéskor egy ilyen érzést az emberbe, hogy ez majdnem olyan, mint a, az igazi cigaretta, de, de ez például nem befolyásolja az eltarthatóságát, mert ha, ha fénytől védett helyen és és nem, nem levegőn, tehát zárt palackban tartja valaki a cuccát, nem kell hűtőbe rakni, ezt már azt számtalan szó elmondtuk, nem kell hűtőbe rakni, de ha fénytől védett helyen uh, zárt palackba tartja, akkor bizony akár két évig is uh, el tudja tartani. A, maga a, az aroma, az az eltarthatóságot úgy befolyásolja, hogy bizonyos aromák egy év után képesek uh, olyan úgy, úgy bomlani, hogy az aromában az egyik jellemző alkotó marad a likvidbe, a másik pedig eltűnik. Én például jártam úgy, nekem van, van egy ilyen, végt, én végtelen tesznek hívom ezt a folyamatot, minden likvidből beszoktam tenni, főleg, hogyha ha új, beszoktam tenni egyet a, a kocsinak a váltó előtt lévő kis részébe. Na ott azt kap hideget, meleget, napot. Akármit és egy jó pár hónap után kibontom, hogyha stabil, akkor az nem változik. Na most egyszer ott maradt a még a kezdeti időkből egy aromám, olyan bő két év volt, mire előkerült a, nem is ott volt, hanem a kesztyűtartóba. Mire előkerült a tartóba, Úgy ránéztem, mert minden ilyen, ilyen kísérleti keverésre dátumot írok, összetételt. Ránéztem, úristen, az két évet, két évet lehúzott a kesztyűtartóba. Vajon mi lehet? Akkor ezt hívhatjuk egyébként úgy, hogy a te autódban a tudományos kuplerájúr alkodik? Ez így van. Ez Eszméletlen jó fejeztet ki maga elővettem, és az egyébként azt hiszem, hogy, hogy valami narancs kivonatot tartalmazó aroma. Isten az atyám, hogy a, az autóillatosítóra hajazott. Tehát ott keresgéltem még utána a, a, nem hiszem el, hogy, hogy, ez nem, nem keveredett, de nem, mert egy abszolút lezárt 20 millis üveg volt, és az aroma úgy ö, módosult a, a likvidbe, ez a, egyébként, ha jól emlékszem, ez valami narancsolaj kivonatot tartalmazott, úgy módosult, hogy teljesen olyan volt, mindenkinek mutogattam ott a környezetemben, hogy mire téppel, és mindenki azt mondta, hogy volt ez az autóillatosító ilyen, ilyen sztorik vannak, de önmagában, ja és természetesen el is szív, hát nem, nem hogy elszívtam, hogy 5 millit biztos, hogy elgőzöltem belőle, marha érdekes volt, de, de nem, nem uh, uh, romlott meg, uh, ugyanolyan gőze volt, a nikotin tartalma nyilván csökkent, mert azt azért tudni kell, hogy a hőhatására a nikotin bomlik, tehát bekeversz egy hatos levest, azt ne várd el, hogy egy év múlva az, mit tudom én, Hatos maradjon, mert az csak 5 és feles lesz, vagy ötös. De De különösebben én nem, nem látok okát, hogyha nincs más anyag hozzá keverve, és uh, itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy a, a, a víz az az anyag, vagy az a vívő anyag, amivel például uh, uh, lehet olyan uh, nem is tudom összetevőt bejuttatni a likvidbe, ami az eltarthatóságát rontja. Tehát hát ha ne valaki van benne. nem. Zoxigén. Ha így van, tehát ha valaki nem, nem desztillált vizet használ, és itt különbséget kell tenni a kétféle desztiláció között, tehát olyan desztillált vizet kell használni likvidhez, amit patikába, bontatlan üvegbe, vettünk, és nem gyantaoszlopon ment át, hanem rendes desztilláción. Azzal lehet hígítani a likvidet. Nyilván lehet csapvízzel is, hogyha azonnal elszívod. Ha az a cél, hogy nagyobb mennyiséget tovább tárolja, és muszáj bele vizet tenni, akkor csak patikai desztillált víz. Sőt, én mondjuk erre allergiás vagyok, én nem teszek bele vizet, de van egy másik vonal, amin kísérletezünk, az a, az a teljes növényi glicerinből előállított likvid termékvonal, ami még nincs kinn a piacon, de hogy ott muszáj vízzel operálni, hogy hígabb legyen a, a likvid, kétszer desztilált vizet használunk. Tehát erre, erre no, erre majd kíváncsi leszek erre rettentő módon oda kell figyelni, mert hogyha ha nem, nem, tartjuk be ezeket a játékszabályokat, akkor előfordulhat az, hogy, hogy fél év múlva egészen csodálatos dolgok jönnek elő az üvegből, és nem az, amit várunk. Ennyi. Jó, akkor ennyi lett volna egyébként a kérdések dömpingje. És uh, itt jegyezném meg, hogy akik uh, elküldik a kérdéseiket e-mailben, vagy egyéb más csatornán, azt, azt, azt nem direkt hagyjuk ki, hanem tényleg annyi e-mail jön nekem is, hogy uh, uh, egy hét alatt vagy elkallódik, vagy uh, vagy nem tudjuk földolgozni, mert, mert annyi minden hely van, ahol megszólítanak minket, és. Uh, szerénységből vettem ki a megszólítást, de úgy kezdődött a levél, hogy tisztelt podcast betyárok. Hát ezen, nagyon, ezen esz, eszméletlen jót mulattam. Hát, de, de, komolyan, de nem. Hát benne van az angry betyár, minden benne van. Podcast betyárok. Lehet, hogy át kéne neveznünk de, a párásítót azt... is. Podcast betyárokra. Podcast betyárokra de most gyorsan rászűrtem a, a subjectre, és akkor hát, ha találok még olyat, ami... Nem, ez nem az. Jó, akkor döntsünk úgy, hogy feldolgoz, százszázalékos feldolgozottságnál azt mondom, hogy nulla a hátra levő kérdések száma, és amíg ilyen trehány a hallgatóközönség, addig én nem fogom direkt, vagy direktben föltenni a, a felhívást erre, aki eddig nem kérdezett, ezután sem fog. Csapjuk be a sorozatokba, Csár. Fuck yeah! Ö, kezdhetek én az enyémmel? Uh -huh. Kettő darab csemegénk van, és akkor mindenkinek mondanám, hogy mostantól kezdve enyhe spoiler alert. Az egyik az a Fear the Walking Dead ugye, ami a Walking Deadnek a betét sorozata, az előzmény sorozata, és a Fear the Walking Deadnek lesz egy web sorozata is, tehát a sorozat sorozata, ami, ha néztétek a confession akkor ott nem is tudom hány szó, azt hiszem 10 6 perces részek voltak, és ebbe benne volt intro, outro, főcím, stáblista, minden anyám kínja. Nem tudtam elképzelni, hogy hogy a túróba lehet megoldani, és rohadt jó volt. Na, tegyük össze magunknak a kezünket, ez 16-szor egy perces lesz. Úgyhogy ö, érdekes, a Annyit kell róla tudni, hogy a Fear the Walking Deadben amikor az első részben volt talán, ugye, Krisztián, mikor mikor láttuk, hogy a háttérben billeg egy rohadt nagy utasszállító repülőgép, és mintha, mintha zuha, lezuhanás előtt állna épp. Na, ez a, ez a websorozat, ez ezen a repülőgépen fog zajlani, úgyhogy ott is lesz Zonibi. A másik sorozat, ez még semmi spoiler nem volt benne, ezt el lehet olvasni, majd meg is linkelem, hogy, hogy hol olvastam. A másik pedig a Minority Report. Amihez Ó, csak. Ott, miért? De amihez miért csak. Ötted a... le előttem. A... Miért? miért? Hát ki írta be, Charlie? Jó. Vagy most az azért nem értem, hogy előtted, mert akartál róla valamit mondani? Majd mondok róla valamit, jó. Jó, én csak egy szót mondok, tiltsák be. Ennyi. <laughs> Nézted? A. Ö, nem. Vannak olyan. Ö, ö sajtóorgánumok, amiket én olvasgatok minden ilyennel kapcsolatban, <coughs> és megfelelően el is fogadom a véleményüket, és itt olyat írtak róla, amit a magamévá tudok tenni életérzés. Tehát ha van egy, egy film, amit inkább a közepesnél egy kicsit jobbnak mondani, nem, hát egy hetesre a tízes IMDb-n nem tudunk belőle sorozatot csinálni. És most hallottam a másik agyfaszt, hogy a, a... Igen. Nem tudom, kivel beszélek, de add vissza a feleségem, különben megtalállak. Ez a szakmám. Mi az anyám volt ez? Liam Neesonnal? Elrabolva. Na hát most ebből is sorozatot akarnak csinálni. Hát de hogy? Vagy mi? Vagy, vagy minden évadban elrabolják a feleségét egyszer, aki már meghalt, vagy... Nem, nem. Vannak olyanok, amikből nem szabad sorozatot csinálni. Szerintem ez is olyan. Minority Report, jegyezzük meg. De most akkor mondod a te véleményed. Nem, nem, nem. Tehát mondjuk én körülbelül fél éve túlok arról, hogy, hogy ebből sorozat készül. Én nekem csak annyi a bánatom az egésszel kapcsolatban, hogy ugye azt tudjuk, hogy a Minority Report az a Philip K. Dick novellájából íródott. Philip K. Dick egy iszonyúan termékeny író volt, és iszonyúan sorozat gyanús regényei vannak. Erre egy darab novellájából, amiből egyébként szerintem egy aránylag tisztességes filmet sikerült annak idején összehozni, csinálnak egy sorozatot. Én a fanyagás szemléztem, itt 33%-ra hozták a, a kritikusok össze ennek a, a sorozatnak a, az első része után a, a kritikájukkal ennek a teljesítményét. Hogy miért pont ebből kellett, amikor a Filip Kádiknek óriási világai vannak, óriási témákat dolgoz föl, és pont erre az egyre kellett rárepülni, és csinálni belőle egy ilyen detektív regény 23.256-ot, tehát abszolút, tehát én abszurdumnak tartom ezt az egészet, hogy miért, miért erre mentek rá, fogalmam sincs, lehet a látványvilág meg volt már, meg marha egyszerű, volt renderelni ezeket a dolgokat, Fo nem nem, nem, nem értem nem értem. Jó, tehát gyakorlatilag osztom a véleményet, csak mondom, én sokkal nagyobb várakozással tekintettem annak idején rá, aztán rájöttem, hogy teljesen fölösleges, mert a Dicknek sokkal, de sokkal jobb sorozatra érett művei vannak egyébként. És még egy sorozat, ami nem volt bent itt az adásmenetben, viszont már bent van nálam a tárban, Uh, Borisszal és Mujóval uh, ment a diskurzus, és megemlítődött a blind spot. Úgyhogy uh, ez az, amit uh, dicsért itt mindenki, és uh, ez az, amit uh, én is uh, szeretnék majd uh, uh, újra uh, adásra tűzni. Tehát hát nem újra, hanem adásra tűzni. Ö, szegény mújó most ír nekem azt mondja, megcsinálom már a Linuxot ezen a gépen, bakker, ez keserves. Nem hallotok ezek szerint. Megállt a mikrofon input. Hm. Hm. Szegény kém. Hát, vagy vegyél meket. És ez tök jó, ez tök jó, nem tudja belém folytani a szót. Ö, figyelj, Mujó, vegyél már egy normális gépet a szar windows helyett, vegyél egy meket et légy szíves, és megoldódik az összes problémád. Nekem még sosem... Fa... Tegyél rá Linux-ot, tegyél rá linux, tegyé rá linux Persze, igen, vegyél egy meket és tegyél rá Linuxot. igen. Pedig most úgy megkérdeztem volna, mert éppen VMware farm építésben vagyok, hogy, hogy mi a véleménye róla. De, no mindegy, addig, míg Ö, próbál ö, életet, életet lehelni, lehelni a mikrofonjába, a gépén. gépébe. Ö, annyit elmondok azért, hogy hála Isten, elkezdett kicsit, kicsit szocializálódni itt a, a párásítós közösség a Facebookon. Tehát itt már itt már kapták képet szlovák horákiról, ö, bedobálták, ugye? Ö, nagyon jó, vannak itt emberek, akik. Ö, Hát attól függetlenül, hogy én mit mondtam az elején, hogy nincs értelme ennek úgy, mert sajnos, hát nem sajnos, tényleg annyi aktualitást mesélünk, hogy nincs értelme egy másfél-két éves podcastet hallgatni, de vannak olyan hardcore userek, akik neki mennek. Akik hallgatnak. Vagy van, van, mondjuk egy Lackó Attilánk, aki hogyha unatkozik, akkor a régieket megint meghallgatja. És közben ír Mujó, VMware uh, sucks, lerakom, kihúzom, bedugom, visszajövök. Oké, okay, mújó várunk szeretettel. <kül> Szóval uh, Horváth Szabolcs írta például, hogy mit tanultam újjocként két hét alatt, a párásító 40 része darálása közben. Tehát azt úgy számoljuk meg, hogy akkor egy hét húsz rész, uh, két órákkal számolunk, azért az keménység. Ő azt tanulta meg, hogy történet, történet, történet. A második pontot nem igazán értem, mi ez, hogy hat, lehet akár szavak hallatán hasfogós röhögő WHO egészségű dohányipar vérnyomás növekedés, Kajfun Typhoon M cég Málna jó cucc, kell. Kell. És ö, vannak egyébként olyan emberek, akik írták, hogy amikor indult a podcast, akkor belehallgatott, és úgy döntött, hogy nem igazán érdekli, mert csak jogszabályi hülyességekről, meg aláírásgyűjtésekről lesz szó. Ö, szóval csak pár hónapja kezdte el bepótolni a hiányosságokat. De hát ö, erre pedig azt kell mondanom, hogy ha tájékozott akar az ember maradni, akkor az olyan, mint a tévéhíradó, mondjuk nem nálunk Magyarországon, hanem egy normális országban, hogy meg kell nézni a híreket, ezek a hírek vannak, és ez mindenkit érint, hogy ne járjon úgy, hogy elmegy egy találkozóra, és néz, mint hal a szatyorba, vagy kérdez, hogy miért nem lehet nikotinos levest kapni mondjuk a bolton, vagy a boltban. Hát azért, mert elmondtuk meg nagyon sokszor, azért jó már, hogy így oda-vissza tudunk linkelgetni, hogy itt keresd az oldalon, ebben a cikkben van leírva, abban a podcastben hangzott el, amit likvidnél is 55-ször kitárgyaltunk, hogy hogy romlik a likvid, hogy kell tárolni, és a többi, és a többi. Tehát ilyen szempontból igen, kellenek sajnos azok a száraz részek is. Hú, elbasztuk, mert a, mondtam, hogy a, a filmes rész után már nem, nem kell semmi értelmes rész nem lesz, de pedig ez is ö, okosság. Aztán kaptam egy képet, amit nagyon szépen köszönök szintén Horváth Szabolcsnak, Mindenkit keresztre feszítek, aki azt a képet belájkolta. Természetesen. Én is. te leszel az első. Ugyanis az volt a kép, hogy sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt a párásító egy medve, a szájában egy egóval, és a fején az én baseball sapkám. Úgyhogy megvan a listám, hogy ki lájkolt, és ki volt, aki mosolygó smiley-t. Egy medve ki tudná hozni a halál listádról. Végül is. Igen. Úgyhogy én én mindenkit arra biztatok egyébként, hogy legyen türelme az adásokhoz, mújónak a restartjaihoz is, és nyugodtan lehet csatlakozni a csoporthoz, mert mert vannak itt más témák is, érdekes témák is. Köpködés nagyon szerintem nincs is, tehát itt ez nem a, ez nem a flame topic, itt érdekes ért. ért tékes kérdéseket tesznek föl azok, akiket érdekel a, a, téma. Például most ugye ben volt a Phil a Flavor videója, part van, most ott van a part two. azt mondja, hogy igen, és ott benne van, a videónak van egy olyan része, ahol az egyetemen a káros hatást vizsgálják, sejtek elhalásáról beszélnek. Nem mondunk most összefoglalót, mert mert egy az, hogy nem tudtuk megnézni. Erős Gábor Tamás? Várjál nekem, az olyan gyanús ez a gyerek. Ja, hát a izé az. A rasta az, szerintem csak le van vágva a haja. Pha. Növezd vissza, mert nem ismerlek meg a képed alapján. Ö, meg hát oda dobtam be most a gearbest akciós kuponkódokat is. Ö, ennyi. Csatlakozni kell ehhez a csoporthoz, aztán beszélgetni, kokettálni az érdekes dolgokról, és úgy veszem észre, hogy szegény mújónak akkora restartja van, hogy most megpróbálom behívni, mert sárgán látom, de lehet, hogy akkor nem fog tudni most már elköszönni szegénykém. Nem tudom, van-e valami, amit kihagytam egyébként az adásmenetből, vagy csak egyébként úgy? À, nem, szerintem mindenen végigmentünk. Meg én is ránézek. El. Cassidy a kétlábú csoda cica. Ja, de ezt Krisztián rakta be úgy, hogy ő tudna róla. Ez a jobb belső bal megcsó, de... vagy hogy? Krisztiánra okay. ne, va, ne várjunk, azt írta, hogy behalt az egész. Ö, lerakom, ki, igen, behalt az egész Windows Audio. Ö, már mindegy, már mindegy. Elköszönünk a nevedben is. De viszont, nincs olyan, hogy de viszont vagy, de vagy viszont. Viszont akkor végre ki tudom magam köpködni, Krisztián, szar a géped. Szegény, Jó, Szegény, ez... a hallgatókat a picsába. Már hogy nem a picsába csókoltatja őket, hanem a picsába, hogy nem tud elköszönni. Jó, úgyhogy ö, egy óra 51 a nyers adásidőnk. Lackó Attila, kicsit most örülhetsz. Lát, látom a mosolyt Lackó Attila arcán. Bár ez még mindig nem a megelégedett mosoly, tehát ő a két órásokat szereti. És akkor én azt javasolnám, hogy hogy az a, az a nagyon jó kis idézet legyen a, a, az adásunknak a Az nekem is címe. nagyon tetszett. Jó, tehát akkor ez legyen nehéz leszokni, könnyű váltani. Könnyű váltani. Így van. Ö és az első olyan adás, hogy az elején még itt volt Mújó, a végén már nem, úgyhogy Mújó, tőled is elköszönünk. Örülök, hogy itt voltatok velünk. Nincs mit, Charlie. Mégis visszajöttél? Igen, visszajöttem. Sziasztok. Na, szóval örülök, hogy itt voltatok velünk, és akkor ennyi lett volna fiúk mára. Megfogyva bár, de törve nem. Új gépet kívánunk Mújónak. Sziasztok. Egy élmény volt veletek. Sziasztok. Egy élmény volt veletek. Sziasztok. Te ilyen vagy.